Szevasztok! Uborka szezon van, de soha ennyi futballt még nem láttam ezen időszak alatt, úgyhogy jó minden. És most még többet fogok látni, ugyanis kezdődik a CFL 2024-es idénye, és hát fogom nézni ezt is, fel is dolgozom majd, csinálok róla összefoglalót. Úgy gondoltam, hogy akkor egy ilyen beharangozó adással jelentkezek, mert biztos van olyan, aki követte tavaly is, aztán már hangolódna, vagy még azelőtt nélkülem követte. Hát ti vagytok legkeményebbek. És hát aki esetleg kacérkodik vele, hogy akkor most nekiáll, akkor azt valamelyest képbe hozom, hogy én mit tudok így az erőviszonyokról. És akkor ez lesz a mai adásnak az óvatos tartalma. Néhány alapvető információ a kanadai futball ligáról. Hol lehet nézni? CFL Plus nevű szolgáltatással csodálatosan lehet nézni, a CFL hivatalos honlapján cfl.ca. Beregisztrálsz anyukád neve, és akkor ott elindítod, megy. Azokon a területeken, ahova CFL nem adta el a közvetítési jogot, értsd, világ nagy része, mert nem nagyon kell, azoknak ingyen lényegében biztosítja, hogy akkor nézed, hogyha akarod. És hát ezek rendkívül profi cuccok. Nem szaggatott kezdődik, de maga a közvetítés is jóféle. És hát ezek azért profi stábok, nem a odajáró médiaszakos egyetemista gyerekek csinálják, mint ahogy az FCS-nél, aminek szintén megvan a bája egyébként, de hát ez rendkívül profi. Tehát ezek a csávok, ezek azért komoly NHL meccseken szoktak dolgozni, szóval azért nem véletlen, hogy úgy, ahogy van, megveszi a CBS Sport is az Egyesült Államokban, hát ők azért szart nem vesznek át. Szóval így, ami a külcsínyt illeti, nagyon megfelelő, futballra emlékeztető események vannak, és ezt könnyen meg lehet fogni innen Magyarországról is. Mikor van a meccs? Június 6-án kezdődik az első, ami már 7-e Magyarországon, éjszaka van a meccs. Legtöbb esetben. Általában csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Egy héten 4 meccs van, belefér az idődbe, ugye. Szóval lehet ezt követni így, bekapcsolod, megnézed, vagy lehet összefoglaló formájában, akár úgy, hogy megvárod, hogy én kitegyem, utolsó meccs lefújása után egy-két nappal fogok jönni az összefoglalóval, vagy magadnak megnézed, meg lehet a CFL csatornáján nézni, vagy a közvetítő csatorna TSN csatornáján is nézegetni az összefoglalókat, vagy akár a teljes meccset nyilván vissza tudod nézni on demand. 9 csapattal indul el idén is a bajnokság, hiába szeretek volna egy 10-et, csak nem jön össze. Pedig egyébként nem lenne olyan drága. Már évtizedek óta próbálnak valami palit találni, aki Halifaxban odavinne egy csapatot, és emiatt ugye mesterségesen meg is szabják, hogy mennyik a működési költségek egy-egy gárdánál. Hát ugye a fizetési plafont azt lehet tudni, ez van mindenhol, $5,5 millió Kanadában egy csapatra való. 9 csapat van, szóval egy jól fizetett NFL quarterback az egész bagást meg tudja venni, úgy, ahogy akarja. Tehát, hogyha minden mást hozzáveszünk, működési költségek, akkor is egy ilyen $11-2 millió már le lehet hozni egy évet. És erre mondja azt az összes megkeresett ember, hogy neki nem kell franchise, pedig hát sokkal könnyebb lenne ugye 10 csapatot versenyeztetni, mint 9-et, de már lassan megszokjuk. Lényegében innen a NBA-1-ből nem tudom, a Dusát elé most úgyis elment, hát fel kéne hívni, fia, nem kell egy csapat. Jött-ment légiósokat itt lehet alkalmazni, hát felcsillanna a szeme. Szóval nagyjából ilyesmi bérkerettel így nagyon szépen elküzdenek ezek a csapatok, és miközben a veterán minimum az $70,000, így a legjobban fizetett játékos is csak 500,000 keres, de hát a jól fizetett játékosok az ilyen 100,000, 150,000, $200,000 megállnak, szóval azért az ritka, valaki $500,000 elvigyen. Úgyhogy aki ide jön Amerikából, az azért aláír, tudja, hogy hova jön, de hát még mindig jobb, mint otthon ülni, ugye. És nagyon lelépni nem lehet. Tehát itt az első
héten a rosteren vagy, akkor ki kell várnod, és hogyha nagyon jól focizgatsz, akkor esetleg tovább lehet menni februárban, januárban alá lehet írni NFL csapatot, de csak akkor, de ezek a játékosoknak nem ez a célja, vagy ha igen, akkor igen messze van, ugye, mert a CFL nem egy farm liga, ezt tavaly is elmondtam, nekik nem az a céljuk, hogy versenyezzenek az NFL-el, hogy termeljenek nekik, nem érdekli őket egyáltalán, ők a kanadai közönséget akarják kiszolgálni. Hát elsősorban ugye a helyit, de ugye országosan is, szóval fölösleges összehasonlítgatni, hát eleve egy másik sportágról van szó. Szabályokat elmondjam. Úgy is nézed, akkor rájössz előbb-utóbb, hogy mik a különbségek, leginkább a 12-12 ellen. Focizik és 3 down van. Nincs negyedik már. Úgyhogy itt keményen kell menni. Elsőre elkúrjátok, második és 10. Akkor itt előre kell vágnunk, úgyhogy ebből kialakul egy ilyen csodálatos játékkép. Nem mindenkinek való azért. Kell hozzá egy kis elvakultság. Azért az amerikai futballnak is egy extrémebb változata, ami itt zajlik a határ ezen oldalán, bár az amerikai futball is extrém sport, amennyiben el akarsz menni a biztosítóhoz Magyarországon, annak kategorizálják be. Most ennek egy ilyen durvább változata, ugye a kanadai egyes NFL orvosi stábok megjelennének, azt mondanák, hogy a fiúk, ezt nem vállalom, azonnal fölmondok. Itt mehet lábtörésig lényegében. Special teamben is van visszahordás. Nyilván különben pontot kap az ellenfél. Úgyhogy akkor mennyi? Jó, messziről rúgják, nekik kell futni lendületből a visszahordásnak is, és akkor abból csodálatos társadalok vannak. Úgyhogy rettentő látványos. Ugye, nyilván nem a krémje van ott a pályán a sportnak, mert az egy másik ligában van, ugye. És ugye vannak megkötések is, 44 fős rosteren, ami a meccsnapi roster, 19 amerikait lehet benevezni, a quarterback-eket nem számolva. Quarterback az úgyis amerikai, az összes, azzal nem bohockodnak, de maradékok közül ennyi. Így kell nézegetni, hogy a depth játékosok, illetve hát néhány kezdőjátékos az egy kanadai legyen, és ezzel is okoskodni kell, ugye ki hol talál magának ilyen kvóta kanadait, és ez akár a játékerőre is nagy befolyással lehet, mert ugyan itt én próbálok majd valamiféle power rankingot felállítani, azért hát nagyban függ minden csapatnak az ereje attól, hogy hogyan sikerül hozni amerikai játékosokat. Most sokaknak azért van szerződése tavalyról, hát ilyen, illetve hát egyesek már megragadtak az országban, aztán ismerik még, hogy hát is igazol egyikből a másikba, de azért ez egy létező dolog, hogy olykor januárban, sőt már van, amikor december előtt, de egész tavasszal millió próbajátékos megjelenik, olykor 40-60 játékos, és többséget kivágják. Megjön, megnézik, elküldik. Most ezek közül, aki marad, az ugye eltökélt, hogy a CFL-ben fog játszani a legtöbb esetben, és akkor nem csak átszálló hajónak tekinti ezt, hanem akkor komolyan veszi remélhetőleg. Sajnos nem mindig van így, ugye, és akkor egyes játékosok azok kipattannak, és elmegy a motiváció, és hát nem egyszerű történet ez, de hát ugyanaz van igazából, mint Európában az importjátékosokkal. Valamelyest azért zsákba macska, hogy mit is kapunk tőlük egy teljes szezonon keresztül. Nagy dírrel, durral ugye beharangoznak játékosokat, akiket ott szerződtetnek a holt szezonban. Van köztük olyan, akit draftoltak NFL-ben, játszott NFL-ben, nem az számít elsősorban, hogy van-e valami pozíciója, ahol kiválasztották, hanem egyetemen jó voltál, nem voltál jó. Ugye itt általában ez a kérdés, mert az NFL-ben atlétákat keresnek, amelyet, hogy tudjon focizni. Na most Kanadában annyira nem kell, hogy jó atléta legyél. De azért tudjál focizni, az kell. De még ezek közül is, akiket egyetemen zsenik voltak, nem mindenkinek való ez a fajta játék. Hát főleg ugye quarterback poszton marha nehéz átállni a szabályokra, hogy repülő rajt van. Nem azt szoktad meg, hogy ugyanakkor a pálya, más a pálya, hosszabb a pálya. Katasztrófa az egész, ugye, amerikai szemmel. És hát emiatt nincs is túl nagy kedv amerikai irányítókat
beszoktatni. Próbajátékra sokat elhívnak, mert hát érted, betalálsz valakivel, hát akkor zseni vagy, csak nincs lehetőséged edzeni, gyakorolni. Na hát akkor így. Majd, hogyha elmegy a szezon, akkor beállsz esetleg. Úgyhogy nagyjából ugyanazok a nevek vannak, akik tavaly irányító poszton, kezdő irányító poszton, mezőnyben nyilván van variálás. Majd amikor lemegy az első játék hét, és akkor jövök az összefoglalóval, majd megnézegetjük a depth chartokat, hogy akkor ki honnan jött, mit akar, ki az, aki bekerült a kezdőbe, ki az, aki nem. Most a 9 csapatból úgy látom, hogy 7 még nem is frissítette a saját honlapján se a rostert, szóval nagyon ráérünk, de valaki ebben ezért pénzt kapna. Szóval ez nem most lesz, nagy vonalakban azért a átigazolásokról, reménységekről majd ejtek szót. Most elindul a bajnokság, és ez tart a hálaadás hetéig. Na most én ezt el fogom vágni, ugyanúgy, mint tavaly, tehát nyáron nézzük, június, július, augusztus, és aztán az NFL miatt nem lesz rá időm. Hát nézni még talán lenne, de összefoglalót csinálni biztos, hogy nem lenne, emiatt azt majd eltoljuk szépen, ügyesen tavaszra, és akkor azt meg majd utólag pótoljuk. Ez itt a terv a csatornán. 18 meccset játszanak a csapatok, 21 játék hét alatt, ami az alapszakaszt illeti. Szóval mostantól kezdve 21 hét, és hát ezzel alatt ugye sok bye week van. Nem egyszerű összepakolni ezt a menetrendet, úgyhogy a nyugaton van 5 csapat, keleten meg 4. Szóval nem egyenlő erőviszonyok vannak, nem egyenlő feltételek vannak, és ugye abból a 9-ből 6 bejut a playoffba. Nyilván nyugatról is, meg keletről is ugyanannyi. Szóval, hogyha oda nem jutsz be, akkor valami nagyon nem jó. Szóval ott azért már jogos. Hogyha lemaradsz a playoffról, a CFL-ben, az jogos. Most az a tervem, hogy Vegas-i over-under-ök alapján végigmegyünk a csapatokon, kik vannak, mit kell róluk tudni, újonnan érkezőknek is, meg veteránoknak is mondok majd valamit erről, és utána pedig megnézegetjük, hogy az első héten milyen meccsek lesznek, és ott mire számítok. Utolsó helyezett, 9. helyezett az én erős sorrendemben. Vegasziak szerint nincs így, de hát én vagyok a főnök, most így döntöttem. Nálam utolsó a Calgary Stampeders csapata a nyugati csoportból, vagy ahogy mi mondjuk itthon a Stampedli gárdája, hát náluk muszáj egy-két stampót benyomni meccs előtt, hogyha szurkolsz nekik, mert másképpen nehezen élvezhető. Nem fedél azért, mert mindig kikapnak, mert azért sokszor kapnak ki. Tavaly véletlenül jutottak a playoffba. Kérem, úgyhogy ezt maguk se értik, hogy miért. Eléggé letargikus volt az a Calgary az előző szezonban, pedig egy igazi élcsapata volt az előző 20 évnek, és most a tavalyi szezonban historikusan kevés győzelmük volt, aztán mégis playoffs. Győztes mentalitás, ugye, hát ez meglátszódik a gárdán, de hát ennek vége van, én azt gondolom, hogyha nem sérülnek a riválisok, és nem mennek szintén franchise mélységekbe, akkor ennek a Calgarynak nem sok lapot osztanak. Azt mondják, 6,5 győzelem, amit be kell lőni a Calgarynek. Na most 18 meccsről beszélünk, egy-két győzelem az biztos, hogy beakad véletlen a jobbak ellen, a rosszabbak ellen, mert hát azért még könnyebben, de hát szerintem akárki ellen kikapnak ezek a Calgary-beliek. Irányító poszton nincs változás, továbbra is Jake Mayer fogja dobni a labdát, aki az irányító power rankingom szintén utolsó helyén van. Hát erős az összefüggés, ugye milyen a csapat, milyen a quarterback. Hoztak ugyan konkurenciát, Shields érkezett, aki tavaly Hamiltonban volt győztes meccseken a pályán irányítóként, úgyhogy fekete vizorban játszik irányítót, hát már tudod, hogy hogyan akar fotbalozni. De a gyakorló csapatban ott van Kyle Ventrese is, úgyhogy ők hoztak egy amerikai fiút, akiből próbálnak majd irányítót csinálni. Egész jó volt ő a Buffalo egyetemen, de nem akarom túl hype-olni. Ami a veterán igazolásokat illeti, hoztak egy DeMario Houstont Winnipegből, aki tavaly legtöbb interception-t fogta.
Mit tudunk a coverage-ről? Az, hogy nem fenntartható, tehát idén nem fog turnovereket csinálni. Hiába jó kezdje, de már jó. Főleg nem dobnak arra, ugye? De még hogyha arra is dobnak, hát senki nem garantálja, most megint ő viszi el. Szóval ez nem a legerősebb analitikai döntés, ugye? De hát a coverage az értékes. Igen, csak hát nehezen tartja fönn Houston. Ez a falba is erősítettek Trevon Tate-tel, aki Torontóban volt, tehát néha kezdő, néha nem. Kellett erősíteni a falba. Calgary korábban nagyon akart futni. Az edző maradt. Az edző quarterback volt régebben, de ő akar futni. Ehhez képest rosszul futottak. És most ugye kivágták a running back-et, maradnak a maradékokkal, kíváncsi vagyok, változik-e a hozzáállásuk. Sérülés bogár az megkezdte sajnos a tizedelését, top elkapójuk Malik Henry már most kidőlt. Tavaly kidőlt a második héten, azt hiszem, most már szezon előtt kidőlt. Szóval az óriási szívás. Szezon közben kapargattak össze lepattanó NFL veteránokat tavaly is, úgyhogy nem éppen egy jól kigondolt csapatépítés, ami a Calgary-nál van. Egy utolsó helyre lövöm be őket. Nagyon alacsony az a 6,5 nyilván, de hát náluk merném azt mondani, hogy ez undernek tűnik, mert a többiek azok mind jobban állnak. 8. helyen az Ottawa Red Blacks. Ez egy rendkívül szerencsétlen csapat. Eleve a történelmileg is az, Ottawa városa, mert háromszor kellett újra alapítani a csapatot, olykor más néven, hasonló néven. Voltak Rough Riders, voltak Renegades, most éppen Red Blacks, de mindig piros és fekete. Az előző két évben keleti csoport utolsó helyén végzett az Ottawa. Náluk is állandóan sérült az irányító, de most megint nem az. Jeremiah Mazzoli, veterán nézőknek ismerős lehet, kidőlt a tavalyi szezonban az első meccsén, és kidőlt a tavaly előtti szezonban is az első meccsén, szóval már marha régen tudott egészséges maradni, meg azelőtt is volt egyébként komoly sérülése többször, úgyhogy már nem lehet számolni, hány műtéte van. Most megint edz, de hát nem valószínű, hogy fog játszani. Kram, itt van, aki tavaly újoncként mutatott jó dolgokat, de hát a végére kipukkadt, és elhozták Drew Brown-t, aki a Winnipegben volt csere. És amikor ő beállt, akkor általában jól játszott, úgyhogy egy nagyra értékelt csere irányító Drew Brown. Nem egy nagy név, és rengeteg szabadon heverő játékos van a világban, aki a superstar quarterback, ugye az Egyesült Államokban, aztán nincs csapata, egyetemi superstar ez meg az, de hát az a fajta rutin, az kevesebbet ér, mint hogyha valaki Kanadában edzeget, padozgat, mert ez egy másik sport. És ezért Drew Brownra nagy verseny volt, hogy végül is ki tudja aláíratni. Itt nem mondták ki biztosan, hogy ő lesz a kezdő, de valószínűleg ő lesz a kezdő. Kíváncsi vagyok, mert kis minta alapján egy potens gyereknek tűnik. És akkor nagyot léphetne előre az a Red Blacks, ahol kitartottak a mester mellett, annak ellenére, hogy az előző években ugye sikertelenek voltak. Van türelem, vannak villanások a defense-ben, de hát igazából nehéz belőni. Mire képes ez a Red Blacks, mert nem láttunk normális quarterback játékot aránylag régóta. Most azt mondják, hogy Pimpleton, aki Central Michiganben volt elkapó, meg kicsit volt a Detroit Lionsben előszezonban, hát olyan kempen van túl, hogy elájulunk, lehetséges, ugye itt az amerikai elkapó játékosok közül, hogyha valakit leakasztasz csak úgy, hát az közelebb tud vinni a bajnoki címhez, ezt tavaly láttuk a Montreal esetében, most itt holt szezonbeli bizakodás, aztán mindig el kell osztani kettővel, de általában a Red Blacks is most jól nyúlt az amerikaiakhoz. Az már rosszabb hír, hogy a tavaly 1-1-es Dante Bull, támadófal jobb szélén játszó ember, egészen borzalmas állítólag, és hogy kiszorult még a harmadik sorból is. Úgyhogy ez nem jön be nekik, pedig a fal szélén, hogyha tudnál találni valakit, aki kanadai, akkor azzal komoly játékperceket tudnál gyűjteni, mert az egy általában amerikai pozíció. Az igazolások közül Adarius Pickett lehet a legnagyobb név, akit a rivális Torontótól tudtak elvinni a linebacker sorba, vagy akár egyel vissza, ugye a safety helyén is megjelenhet, de igazából ez elhanyagolható,
hogyha azt nézzük, hogy a quarterback poszton lehet, hogy jön némi fejlődés. 5,5 győzelem csak, amit Las Vegas beír a Red Blacks neve mellé, én szerintem ez meg lesz. Tehát 6 győzelem azért ki kell, hogy jöjjön ebből a csapatból. Szerintem még akkor is kijönne, hogyha Krammal mennének, aki hát egy év extra rutinnal nyilván jobban működne a pályán, de hát Drew Brown-nal meg aztán végképp. Nem akkora atléta, de hát elvileg egy rátermett gyerekről van szó, és akkor ott kompetitív meccsekre lehet kilátás a komplett keleti csoportban, nem csak a második helyér lesz verseny, mint az előző évben. Úgyhogy én szerintem a Red Blacks jobb erőkből áll, jobb esélyei vannak, mint a Calgarynek. Hát már ezt is értékelni kell. 7. helyen az edmontoni elkeseredés, előző nyári szezonnak a sztárjai, akik miután megdöntötték a komplett észak-amerikai nyeretlenségi rekordot, és a leghosszabb hazai pályás nyeretlenségi rekordot is, megkezdték a megtisztulást, kérem, úgyhogy már az Edmonton itt van, 7. Tavaly csont utolsónak be kellett volna őket mondanom ilyenkor, de hát még ott is volt egy kis bizakodás, most már ez nem bizakodás, tehát ez az Elks, ez azért eléggé jó erőkből áll, és már megmutatták, tudnak nyerni tavaly. Volt olyan Trey Forddal, miután beállt irányítani. Ha maradt volna Cornelius, Corn Dog, akkor nyilván kikaptak volna mindig, de ő is kikerült a keretből. Úgyhogy távozott a hibás. Sok hibás van igazából. Az elkeseredés ugyanakkor magára haragított az országot kicsit, újra itt vagyunk, mert Trey Fordot kispadra ültetik. Helyére McLeod Bethel Thompson érkezik irányítani, aki tavaly nem itt volt. Tavaly New Orleansban volt, a USFL-ben, vagy XFL-ben, azt tudom, amelyikben. Én nem tudom ezeket, nem néztem tavaly. New Orleans nevű csapatban volt tavaly alacsonyabb osztályban, ahol neki volt a legtöbb passzolt yardja. Előtte lévő évben Torontóban játszott Bethel Thompson, és szintén neki volt a legtöbb passzolt yardja. Most a passzolt yard nem az elő az, hogy volt a legjobb játékos ugye a quarterback-ek között, mert csak ilyen 6. nagyjából, ahova be lehetett volna írni a teljesítményét, de hát ugye a leíró statisztikák azok elvakítják az embert, és akkor így aláíratták. 35 éves már Bethel Thompson, rengeteg évig volt ő a Torontónak a kezdő játékosa, úgyhogy kívülről belülről ismeri a CFL-t. Azt gondolják, hogy hatalmas erőre répés lesz majd Trey Fordhoz képest. Azt gondolom passzolásban nem nehéz, de hát az össz offenszt nézve akkor hát ki tudja. Ugye, mert lényegében a helyi Justin Fieldsnek tekinthető Trey Ford nagyon erős a lábán, és hát ez hoz pontszerző drive-okat, de a pálya olvasása nem az erőssége. Ebben előrelépés lehet Bethel Thompson. Hozta magával, hát az ő kérésére, ugye Torontóból jött egy komolyabb kontingens. Annak idején Curly Gittens volt a kedvenc célpontja a Torontóból, őt ide cserélték. Valószínűleg ő lesz a top elkapója, nem az előző volt a legerősebb idénye Gittensnek, úgyhogy a következő irányítóval nem értette van jól meg magát, mint Bethel Thompsonnal, úgyhogy ez egy bíztató házasság lehet itt. De jött Torontóból még Javon Leak, aki az előző szezonban a legjobb visszahordó volt, és Boris Beedy, aki meg a kicker volt. Néha panter. Úgyhogy itt az öreg angol labdarúgó Faithful visszamegy gyakorolni, és hát ő is valamelyest egy ilyen szimbolikus távozója az elkeseredés franchise-nak, és hát helyette jön egy olyan kicker, aki jól tud rúgni öreg, messziről is, ja, rendben. És emellett ugye a defense-ben ott van az 1-1-es Dublanko, aki nem egy tipikus 1-1-es, mert volt NFL-ben is, előszezon meccsen, a Cincinnati Egyetemen volt igazából meghatározó linebacker. Jött Aubrey Miller, szintén linebacker, aki a Jackson State-ben egészen kiváló volt, sokszor láttam ugye még Dion alatt, NFL-ben nem kellett, mert öreg és lassú, hát ott ezt a Teligád testvér, itt mindenki öreg és lassú, illetve vannak még játékosok a defense-ben, akik nagy
névnek számítanak, hát hogy ők mennyit tesznek hozzá a pályán, az kérdéses, de túlélték a roster szűkítést, ami azért jó jel. Robert Kemdici, aki az Arizonával volt első körös, Ole Missből, állítólag ebben a Bohóc ligában, UFL, XFL-ben nem volt valami jó, azt nem tudom. Joe Jackson, korábbi Miami Hurricane, fal belsejében megélhet. Leon O'Neill, Texas A&M-ben volt nagy nevű safety, lassú, mint a dög, úgyhogy itt alapvetően kis területen még talán el tud dolgozgatni. Szóval azért az Edmonton mindent megtesz, hogy visszakerüljenek a vérkeringésbe, hiszen egy olyan csapatról van szó, amelyik történelmileg rengeteg bajnoki címet, Grey Cup részvételt tud beírni magának, és vissza kell építeni a hitet a szurkolókban azok után, hogy a 2021-es újraindulás óta, ugye 20-ban nem volt szezon a Covid miatt, egészen förtelmes, lehangoló legalja teljesítménnyel jöttek, és ezt próbálják most már valamelyest elmismásolni. Sokkal romantikusabb történet lett volna, hogy ezt Trey Forddal, kanadai irányítóval csinálják meg, hiszen az elmúlt 30 év második legjobb kanadai quarterbackje Ford, de hát helyette inkább a bevált veteránnal mennek, Bethel Thompsonnal. Tavaly is volt olyan, aki a bevált veteránra ruházott be, aztán pofára esett. Nem ismerem annyira jól a Bethel Thompsont, hogy véleményt mondjak róla, de alapvetően az ötlet az nem rossz. Főleg úgy, hogy még hoztak játékosokat, akik tudnak rajta segíteni. Úgyhogy Edmonton 6,5 győzelemnél tart, ami az over-undert illeti. Nem merem azt mondani, hogy ezt megcsinálják, mert sokáig az egyért is harcolni kellett. De hát, hogyha beválik Bethel Thompson, és van egy olyan quarterbackjük, aki azért verseng a legjobbakkal, akkor egy 50%-os idény az alapból ki kellene, hogy jöjjön. De hát, még ő is kidőlhet. Mély a keret, tehát van több irányítójuk is, ugye, aki be tudna állni, de őket zavarja meg legkevésbé a sérülés. Úgyhogy ezt még azért hozzá kell raknom, de hát nem benném piszkálni ezt a 6,5-et. Tekintve, hogy az elmúlt jó néhány évben összesen nem volt ennyi győzelmük, hát azért még szeretném látni ezt éles körülmények között, hogy hogyan is működik, még mert azt mondom, hogy ez az elkeseredés, ez teljesíti az elvárásokat. Nem lesznek csont utolsók, mint az előző években, hát akkor látjuk, hogy elindultak a megfelelő irányba, csak hát ennél lassabb építkezés a világon nincsen. 6. helyen az én erős sorrendemben Las Vegasnál föntebb vannak a Hamilton Tiger Cats gárdája. Bolivaj Mitchell, csapat veterán irányítója visszatér a center mögé, azok után, hogy tavaly leigazolták nagyon sok pénzért, rosszul játszott, lesérült. Felépült, rosszul játszott, visszasérült. Tehát ez történt vele. Nagyon ki akarták túrni, de azt mondta, hogy lemond a pénzről, és akkor kevesebb ér, csak hadd maradjon, hadd győzze meg a publikumot, hogy még mindig tudja. Úgyhogy továbbra is vele kezdődik az összeállítás. Ugye Calgaryban ő 4 Grey Cupon is részt vett, 2 sikerült megnyerni. Nagyon veterán Bolivaj Mitchell, rá gondoltam az előbb, Bethel Thompson kapcsán. És hát Hamiltonban változás van a stábban, az eddigi főedző Steinauer fölfele lép, de facto GM-ként ügykörik tovább, és az eddigi offense koordinátor Milanovic pedig a főedző lett. Elvileg nagyon jól megérti magát Bolivaj Mitchell a főedzővel, aki a playeket hívja, úgyhogy majd mondják, hogy most nagyon jó lesz a Tiger Cats. Alapvetően ez egy alul teljesítő gárda. Nagyon sokat költenek évről évre, nagy elvárások vannak, hogy akkor majd most. Nyilván ők is nyertek már a Grey Cupot, de az elmúlt években ez rendszeresen pofára eséshez vezet, és akitől sokat várnak, általában nem jön semmi. Úgyhogy ez egy eléggé szívás. Most megint komoly hype van, hogy Shemar Bridges-t megszerezték, aki villogott a Baltimore előszezon meccsein is, tavaly vagy azelőtt. Emlékszem rá, hogy jól ment, hát most itt is nagyon jól megy. Oké,
És akkor ő is egy ilyen berobbanó aspiráns, de például a kedvencemet, Hakuna Vanut is el tudták hozni az elkapó sorba, aki hát azért sokszor kummant, de hát ezzel a névvel tehát csak sztár lehet valaki. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni a rotáció, tavaly eléggé szegényes volt a Tiger Cats-nek a skill állománya, már pedig akkor megdög lesz a kanadai futballban. De hát, hogyha Bolivar Mitchell meg rosszul teljesít, védőknek dobja, akkor meg szintén végetek van, úgyhogy itt én óvatos vagyok velük kapcsolatban, de jó lenne látni még egy utolsó nekivetemedést a liga nagy sztárjának. Torontóból ugye nagy elvándorlás volt az előző holtszezonban, úgyhogy a közeli Hamilton három játékos is le tudott csapni a torontóiak közül. A védőfalba jön Barlow és Hendricks kívülre-belülre, Jamal Peters a secondarybe, úgyhogy ez duplán számít, ugye, mert ők erősödnek, torontói riválisuk pedig gyengül, úgyhogy mindent megtettek most is. De hát az, hogy ragaszkodnak Bolivar Mitchellhez, az tisztelhető mindkét fél irányából, az, hogy bármilyen körülmények között akar játszani a veterán irányító, illetve, hogy megszavazzák neki ezért még egyszer a bizalmat, de hát a tavalyiak alapján én nem tudok nagyon bizakodó lenni, és azért kezd egyre távolodni az az emlék, amikor a Bolivar Mitchell play-offba vitte a csapatait. Nem véletlen, hogy már Calgary lemondott róla, ugye, és az utolsó szezonjában megadta a lökést, hogy túllépjenek rajta. Átment a Tiger Cats-be, és nem működött jól. Ugye 8,5 győzelmet írnak a Tiger Cats-hez, én nekem nagyon magasnak tűnik. Főleg úgy, hogy az Ottawa felfele jön, el fog csipegetni a győzelmek közül, úgyhogy én azt gondolom, hogy kevesebb lesz. Tehát egy 8 győzelem, az úgy reálisnak tűnik nekem, inkább mint a 9, de hát ezt tudjátok, hogy van, valaki összetöri magát a sztárok közül a riválisokban, aztán hát már is megnyílik az út, szóval ezt azért nehéz előre. Így működik a future fogadás, de hát a pusztán a játékerőt nézem, mindenki folyamatosan egészséges, nehezen jön ki a pozitív mérleg, én azt gondolom ennek a Hamiltonnak, miközben tavaly azért bementek a playoffba, nem olyan nagy vasszizdasz, ugye, mert 4-3 bejut keleten, de hát kilógtak azért, ők nem igazán odavalók, még így a háromból is ki lehet lógni, ugye ők voltak azok, akár egyértelműen a harmadik. De hát ezt a Tiger Cats csapatot is lehet kedvelni, követni. Eleve az, hogy Tiger Cats, hát már imádod. Régen volt Tigers, meg White Cats, összeolvadtak lett a Tiger Cats, nem egy 100 éves történet, és még az előző előtti commissioner CFL-ből neki volt az az ötlete, hogy ezt a Hamiltont ezt mindenképpen be kell költöztetni Torontóba, egy szomszédos település, és akkor lenne két torontói csapat, és az milyen jó lenne, hát ágáltak ez ellen, és nem akarnak ők a kis testvér lenni, sokszor fel is múlták a Torontó eredményeit, szóval van a Tiger Cats-nek egy ilyen kis Chargers-Jets beütése, hogy átnéznek fölöttük, úgyhogy egy kedvelhető csapat, ráadásul megvan ez a vasgyári háttér is, ami meg a Steelers-t is behozom a beszélgetésbe, úgyhogy egy menő franchise alapvetően, de méltatlanul gyengén szerepeltek ahhoz képest, hogy milyen könnyű lenne eladni őket. 5. helyen nálam, Las Vegas szerint csak 6., a Saskatchewan Roughriders. Egy igazi titkos esélyesnek gondolom ezt a mostani sáskajárás csapatot. Felgyógyult az irányítójuk, Trevor Harris, akinek olyan sérülése volt, amiután karrierjét is veszélyeztették állítólag. Szóval nem volt egyértelmű, hogy úgy jön ki a műtőből, hogy még visszamegy sportolni, miközben a legidősebb quarterback a mezőnyből, hát már is bizakodsz, ugye ennyi alapján, de jól van. Edz, és az ő esetében még nem volt formahanyatlás a sérülése előtt, egész egyszerűen eléggé korán jött a sebesülés, de hát hogyha visszanyeri az előzőt, akkor azért ő tudja mozgatni ezt a Rough Riders csapatot, ahol az eléggé el vannak eresztve, és még erősíteni is tudtak. Főleg az offenszbe. Jött AJ Ulett,
a Toronto Pankrátor running back-je. Sokat várnak tőle, de hát érted, nem a running back dönti el, ki futja be. Igen, úgyhogy falba is erősítettek. Hardrickot hozták el a Winnipegtől. Talán ő volt az előző évben legjobbra értékelt falember a PFF-nél. Most nem tudom ez biztosan, de egy pontig biztosan ő volt. A lényeg az, hogy ilyen top 3. Játékos, leigazolták, blokkold a futást. És akkor blokkolja, Hullett meg majd megy mögötte. Karrier csúcsokat hozott mindkét ember, úgyhogy nagy igazolások, és még a Ratkovicsot is elhozták, aki meg egy amerikai fullback. Itt azért az amerikaiakat nem fullbacknek szokták használni, úgyhogy komolyan veszik, hogy darálás lesz, érted meg. Futtatás, és közben meg vannak elkapó játékosok. Nyilván tavaly berobbant MLS, illetve felépült Kian Schaefer Baker, touchdown maker. Tehát azzal, hogy van két all-down kanadai elkapójuk, ezáltal tudnak más posztokra amerikaiakat állítani, és ezért az rengeteget számít, ugye, hogy hogyan osztod be az erőforrásaidat. Úgyhogy ez a Rough Riders szerintem bőven túl teljesítheti azt a 7,5 győzelmet, amire Las Vegas belövi őket. Én rettentő csalódott lennék a negatív mérlektől. Na most ezt azért hozzá kell tenni, hogy Harris nem tudjuk, hogy hogyan fog játszani a sérülésből felépülve. Ők is hoztak gyakorolni irányított Jack Cohn, korábbi Notre Dame és Wisconsin menedzser irányító. Fene tudja, itt a menedzser is mennyit ér, ugye? Nem az a fajta játék van. De hát változtattak a második, harmadik számú irányító poszton, de alapvetően nem túl látványos dolgok vannak a padon. Szóval Harrison sok múlik. De én azt gondolom, hogy ezzel a felállással, hogy nem nagyon variáltak sokat, nagy nevet nem akartak padra hozni, ők biztosak benne, hogy Harris jól fog irányítani, mert jól van. És hát ebben a korban őt azért nehéz meglepni, bevállalja, amit be kell, úgyhogy ezt a Riders-t én azt gondolom, hogy élmény lehet majd nézni. Ez a CFL-nek a legkisebb piaca, Regina városában lévő Saskatchewan, és hát a legelvakultabb szurkolótábor is az övék, leghangosabb, legjobban utazó, úgyhogy itt minden van, de lényegében összekombinálod a Green Bay-t a Buffalo-val, a Seattle-lel, meg a Kansas City-vel, már ami a hangulatot illeti, nem a játékerőt, akkor az a Rough Riders. Úgyhogy ők mindig a legnézettebbek, mindig legtöbb drukkert viszik magukkal idegenbeli meccsekre, semleges meccsekre, és ők imádják, hogy hát van egy csapatuk, ugye, mert ellentétben a többi várossal nekik nincs más. Nincs NHL, ez van, CFL football, és ők boldogok ettől. Úgyhogy a Ridersnél megint mindent megtettek, hogy erősödjön a csapat, és szerintem be fognak jönni ezek a játékosok, mert innen ligán belülről igazolnak, és hát azok azért át tudják menteni a formát, nem most nézegetnek, hogy akkor most ugye, mi a szabály. Úgyhogy ez működni szokott. Ráadásul ugye Harris és Ulett már most örök barátságot fogadtak, mind a ketten Ohio-ban laknak, onnan indultak el kocsival Saskatchewanba, ez egy 23 órás út volt, bandáztak, szólt a country zene, és hát mire odaértek, hát kiderült, hogy imádják egymást, úgyhogy támaszkodnak egymásra, nem irigykednek, hogy akkor most miért futunk, miért passzolunk. Szerintem kiváló lesz ez a Rough Riders. De azért még látnunk kell éles körülmények között, hogy hogy van Trevor Harris, mert hát edzőmeccsen nem igazán akarják összetöretni, és hát a edzésről való híradások, meg hát tudjuk, hogy mennyit számítanak, amikor kipárnázott sisakban edzenek a fiúk. De mezőny első felébe playoffba várom a Rough Riders-t. Top 4 következik, és ez ugyanaz a 4 csapat, akik tavaly ben voltak keleti döntőben, nyugati döntőben, szóval nincs olyan nagy átalakulás. Eleve a CFL-ben az átalakulás az nem megy olyan egyszerűen, meg az építkezés, ugye, mert miközben az esélykiegyenlítés az a NFL-ben ki van találva, ugye a fizetési plafonnal, az van itt is, meg ugye a drafttal.
Na most a CFL-ben a draft az nem sok szart ér, ugye, mert ott csak kanadai játékosokat tudsz választani, és akik meg nagyon ügyesek, azok nem jönnek ide, mert azok az NFL-be mennek. Szóval itt vadászgatni kell a játékosokat, és hát azt senki nem garantálja, hogy az utolsó helyezett jobban csinálja, mint az első. Úgyhogy a fenntartható sikeresség az talán könnyebb. Ezen a szinten az élcsapatoknak be tudsz betonozódni az élmezőnybe, azért ezt mutatja történelem, meg azért a logika is ezt adja, de tény, hogy be lehet találni egyébként, hogyha hozol valakit Amerikából, szupersztár egyetemistát, ő nyilván oda megy, ahol a legjobb lehetősége van, mert egy random fiúnak Mississippiből ugyanannyit mond az, hogy Hamilton, mint az, hogy Saskatchewan, vagy az, hogy Ottawa. Mi a különbség? Hát mit tudom én. Úgyhogy aláír valahova, hogy végeztetek tavaly. Hát most mit számít? Szóval be lehet találni nyilván az alsóházi csapatoknak is egy-két ilyen nagy találatot, de aki a tetején van, azért azt tudja konzerválni, hogyha értelmesek. Hát nyomtam egy Déteri Lajost, majdnem megfulladtam itt adás közben. Toronto a negyedik helyezett. Baj van. Chad Kellyt eltiltották csapat irányítóját az előző szezon. Most outstanding player, lokális MVP játékosát, szexuális zaklatás miatt. 9 meccs, szezon fele, momentán ami biztos, hogy eltiltják. Tárgyalás után ezt lehet, hogy még súlyosbítják. A csapatnál dolgozó egyik segédedzőt zaklatta, hát lényegében a leírtak alapján, hát ami beletartozik a zaklatásba, azt mindent csinálta Kelly, talán csak a farkát nem vette elő, de egyébként eleve azért kellett távoznia az NFL-ből is, mert elég nagy gyökérnek számított. Általában itt is utálják a csapattársainak a nagy része, de hát marha jó játékkal, ugye ezt tudja felettetni. Szóval én azt gondolom, hogy a tárgyalás után olvasott bizonyítékok kapcsán csökkenteni ezt biztos nem fogják. Ezt az eltiltást lehet, hogy még hozzáraknak egy pár mérkőzést. Úgyhogy Kelly nélkül kellene, hogy kimenjen ez a Toronto a meccsekre, miközben már így is egy ilyen exodus megtörtént, és irgalmatlan sok kezdőjátékos távozott tőlük, visszavonult tőlük, és hát emiatt Kellyvel is kihívás lenne megtartani a keleti első helyet. Úgy néz ki most az irányító pozíció, hogy Cameron Dukes lesz a depth chartnak a tetején várhatóan, aki tavaly már beállt olykor, nem igazán mozgott a labda, de valahogy kisajtoltak egy-két győzelmet vele. Ő ugye az NAIA nevű egyetemi ligában volt örök rekorder, de itt a profi fotballban kicsit nehezen állt neki össze a dolog, és hát leigazolták a veterán Nick Arbuckle-t. Amennyiben beáll Arbuckle, onnantól kezdve halott a szezon, tehát az a csávó az alkalmatlan a győzelemre. Úgyhogy kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Ryan Dinwiddie csapatnak a vezető edzője, az egyik legnagyobb koponya, és amióta őt ide kinevezték néhány évvel ezelőtt, tök mindegy. Ki volt az irányító, mindig baromi jó volt az offense. Úgyhogy valamelyest ez ad egy kis hitelt neki, hogy majd összerántja ezt is Dukes köré, de hát ez mindenképpen egy challenge, hogy hogyan is fog kinézni, mert mondom, a többiek is a mozgó alkatrészek, kezdő csapatnak a fele távozott. Most az 12 fő, ugye, ha kiszámoljuk, mennyi a fele, plusz még a special teamből két all-star játékos. Ja, más nem, más azért nem. De hát ebben vannak kiemelkedő játékosok is, például ugye Stiggers, akit a New York Jets konkrétan ledraftolt, és akkor még nem kezdek bele a névsorolvasásba, de középső linebacker, védelem agya, 29 évesen visszavonult például. Szóval azért vannak bajok, és hogyha visszajön majd Chad Kelly a csapatba, akkor sem garantálja senki, hogy ez így tökéletesen működni fog, mert hát nem edz, nem gyakorol a fiúkkal, akik új arcok, elvileg az annyira nem is népszerű, hogy nagyon várnák vissza. Szóval ez az egész egy ilyen
káosz, úgyhogy lehet, hogy láttuk Kellynek az utolsó meccsét, lehet, hogy elcserélik majd, lehet, soha többet nem lép pályára, nem tudjuk. Hogy most mi van a dupla kékeknél, akik tavaly franchise rekordot jelentő győzelmi szériával mentek végig a mezőnyön, és hát már 7 fordulóval a végéletbe jutottak a playoffba, szóval eléggé laza volt. De hát aztán a playoffban a Montreal kicsapta őket az első mérkőzésen, ahogy azt kell. Azt hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon-nagyon kompetens gárda. Nem véletlen, hogy 9,5 győzelmet írnak rájuk, még Kelly nélkül is, vagy egy fél Kellyvel, mert a general manager, aki egy legenda, Hall of Famer running back egyébként, meg visszahordó, valahogy megtalálta azt, hogy tömegével mennek ki a sztárjátékosok, de a máshonnan lepattanókat nagyon ügyesen begyűjtötte, és ez megint egy kompetitív roster lesz, főleg úgy ért hozzá az edző is, és miközben ugye a személyi döntésekben, meg az irodában, ugye elvileg mindenki tudott arról, hogy a Kelly molesztálja a nőket a csapaton belül, azt ugye elnézték, de egyébként a futball szakmai részében nem nagyon hibáznak Torontónál, mert elhozták a Rashid Bailey-t, a Winnipeg elkapóját, bizonyított játékos. Elhozták Kadim Carey-t Calgary-ból, aki hát tavaly gyenge volt, de tavaly előtt ő futott a legtöbbet. Úgyhogy tudjuk, hogy a running back az a közegen múlik. Nem könnyű Ouellette-nek belépni a cipőjébe, de láttuk már, hogy Carey képes rá. Elhozták védőfalba Szereznát Edmontonból, aki egy kiemelkedő játékos belül-kívül, és ugye Gittensért jött cserébe, akit nem tudtak olyan jól használni. Aláíratták Derek Parrish-t, aki a Houstoni Egyetemen pesztrás kép volt, Jacksonville azt mondta neki, fullback vagy. Kiderült, hogy szar fullback. Hát akkor leszek inkább védő. Jó, hát ezt Torontóban tudod majd megcsinálni, bekerült a végső keretbe, ki hinné, és még egy-két lepattanó kanadai safety is jött hozzájuk, Adele Kay a Hamiltonból, Mosé a BC-ből, úgyhogy ott is tudnak olyan játékosokat beállítani, akikkel megvan a kanadai kvóta, és hát nem lesz ugyanolyan szintű ez a Toronto nyilván, mint tavaly, de tudnak épülgetni. Például a tavaly alapkezdő Tarvarus McFadden-t a cornerback sorból simán kirakták a keretszűkítéskor. Szóval az azt jelenti, hogy a kisebb nevűek beválnak. Úgyhogy itt jó edzés van, és ugye Lirim Hajrullahut is leigazolták, tehát továbbra is lesz rúgó. Ő ugye koszovói származású, kanadai rúgó, rengeteget rúgott már a CFL-ben, tavaly ő is Amerikában próbált szerencsét, de miközben Beedy nagyon-nagyon stabil volt, aközben hát jön egy másik, aki szintén stabil lesz. Úgyhogy Torontónál nem annyira izgulok, megmondom neked, a másik 23 kezdő miatt, quarterback miatt kicsit aggódom, hogy ez hogyan is fog kinézni, de Dinwiddie egy olyan edző, aki köré sematizálja az irányítónak, aztán megesznek az üres csávók. Maga is játszott irányítóként a ligában. Úgyhogy az Argonauts negyedik csak. Az előző évek után ez csalódás, ami a power rankingot illeti, de hát egy nagyon viharos szezon következik most, egy még viharosabb holt szezon után. Harmadik helyen a Montreal Alouettes, a címvédő. Azt gondolom, hogy egymás mellé rakjuk, 1-től 53-ig, vagy gyakorló csapatot hozzáveszem, a neveket, akkor azért a Toronto jobb erőkből áll, de Montrealban fog játszani az irányító, szóval az ott segít. Cody Fajardo továbbra is irányítja majd a csapatot. Na most Cody Fajardo, amelyet hogy ott a gyűrű az ujján, azért egy olyan játékos hosszú CFL karrieri alapján, aki elég ilyen hot and cold irányító, tehát egy hosszú szakaszon át nagyon jól tud menni, aztán hirtelen váltással megint egy hosszabb szakaszon át borzasztó gyengén szokott játszani. Na most a Hamilton a jobb végét, a Montreal a jobb végét fogta meg ennek, és a playoff rohanás során hát nem nagyon tudott hibázni, ugye. De hát gyengül a Montreal. Ők az élő példa rá, hogy az előző szezonban ugye minden lépésük bevált.
a világon, és hát így azért ez segít közelebb menni a bajnoki címhez, legyen ez az átigazolási piac, ugye a CFL játékosok közül, mert Fajardot szabadügynökként igazolták le, Amerikából hoztak egy Austin Mack-et, aki támadta franchise rekordokat, mint elkapó, nem véletlenül tovább állt az Atlanta Falconsba. Idény közben tudtak hozni egy leendő Hall of Famert, Sean Limont, aki továbbra is gyártotta a szekkeket. Tudtak hozni egy Bishop Senkit, aki megunta az XFL-t, beállt, azonnal jól játszott. Szóval amihez nyúltak, az arany lett, és akkor Jason Mast nem is mondom, aki meg egy olyan kinevezett vezetőedző volt. Minden bejött. Tehát ez azt jelenti, hogy most nem biztos, hogy minden be fog jönni, de egészségesebben kezdik a szezon, mint tavaly, mert például felépült Philpott, és Reggie White Jr. is, akit egyáltalán nem játszott az elkapók közül, de hát azért Austin Mack-et pótolni, az megoldhatatlan, ugye, mert ő top 3 elkapóként viselkedett tavaly, és ő nincs. Na most az lehet, hogy nem kerül be a Falconsba, és akkor szezon közben meg visszajön, augusztusi keretszűkítéskor már lehet, hogy itt fog integetni. Hát ők ebben bíznak, ugye? De legjobbakat kívánják. Próbálkoztak erősíteni. Tevin Jones-t leigazolták, aki a Saskatchewanban volt hasonló szélső elkapó. Konkrétan nem került be az 53-ba. Úgyhogy most akkor hogyan tovább? Lehetséges, hogy találtak valaki mást, aki kisebb név és megoldja, de hát ezt nem látom a rossz terem. Azt mondják, hogy Charleston Rambo lehet ez a manus, aki volt Oklahoma-ban, meg Miami-ben, de NFL-ben nem fért be, de hát de most ő lesz az. Én szerintem kétszer így belenyúlni nem lehet, mint a Mack-kel, aztán ki tudja, hát majd megnézzük, de nem lehet ennyit elvárni. Az biztos, hogy Mack-nek sem voltak túlságosan jó adatai az egyetemi bajnokságban, aztán mégis itt kiforta magát. Running back-jük elment, házon belül próbálják majd megpótolni, és Sean Limon is visszavonul, ami azért problémás. Tehát nagyon sok hibapont van. Miközben tavaly a Montrealban megvoltak a bástyák. Már nem sok bástya van. Ott van Fajardo, ott van a defense-ben Marc-Antoine Ducoa, mint free safety. Halljátok, a napokban elém került Marc-Antoine Ducoa-nak a Pro Day eredménye. És nem csak az eredményen, videó van róla. Az a csávó, te. Hát minden idők legjobb safety rush eredménye lenne egyébként, hogyha az NFL-ben akarna játszani. Mondjuk ezt csinálja 185 fonttal, szóval a tömege az kicsi alapvetően, de mindenkinél gyorsabb, 4.35-öt futott az ember. Meg valami 6-4-es szíkon ideje van. Tehát Marc-Antoine Ducoa azon kívül, hogy legjobban tud focizni az országban, a legatletikusabb is. Mondjuk ezt láttuk tavaly, hogy ő elveszi tőled a labdát. Egészen brutál az a csávó. Nem szereti a angol nyelvűeket, ugye? És hát ez sok van ebben a sportban, aki angolul beszél, ellentétben vele, azokat ő megbünteti, szóval. Mert pont csak ezért bekapcsolom a Montreal meccset, miközben Ducoa nagyon messze van a line of scrimmage-től, de megjelenik. Olykor labdával, olykor a testeket bántja. Szóval ő ott van, és amíg ő ott van, addig egy szintalán nem megy le a defense. Nagyon fura, ugye, hogy ilyen Earl Thomas-ként viselkedik, de körülötte könnyű játszani, miközben ott van egy bazi nagy pálya, és ő azt úgy bezónázza, nyugodjatok le. Montreali egyetemről, Montrealban született, Montreal Alouettes-ben focizik, és csak innentől kezdve Maldini. Ő ott fog maradni örökre, és örökre jól fog játszani, ezt mindannyian tudjuk. De hát így többiek közül, akik ott jól játszogattak tavaly, beváltak védelemben Stubblefield vagy Snead az offenszben, nem garantálja senki, hogy megint jól fognak játszani. Sean Limon nem jön vissza a nyugdíjból, mert fogadott a meccsekre. Hát ez az. Még nem volt csapata, amikor fogadott a meccsekre, de így is azt javasolják neki, hogy figyelj, inkább maradj visszavonulva, mert különben eltiltunk. Jó? Szóval ő nem jön vissza, lehet, hogy más leendő Hall of Famert majd leakasztanak. De lényeg az, hogy itt van munka a Montrealnál, és a kieső puzzle darabokat nem pótolták, legalábbis szerintem, úgyhogy
még akár ez a harmadik hely is lehet, hogy eléggé gáláns. Mert simán belenézem azt, hogy megcsapja őket a Hamilton is, meg az Ottawa is. Egyébként oda-vissza, olykor oda-vissza oda. Van, akivel háromszor játszol. És akkor negyedikek lesznek keleten, hát nem lepődök meg. Igazából, mert eléggé masszává válhat ez az egész kelet úgy, ahogy van. De most még ugye a bajnoki pedigré, az azért tiszteletet kíván, ide rakom őket dobogóra, de egyébként, hogyha az lenne egy fél évvel később, hogy mondjuk a Saskatchewan Rough Riders több mint 4 meccsel veri őket, akkor azt mondanám, hogy jó, hát ez benne van. Úgyhogy várjuk meg, átadják a gyűrűt, igen, örülnek egy kicsit, de hát ez a Montreal Alouettes nagyon jól megmutatta, hogy nem a nyáron kell jól focizni, ahol teljes túlélő üzemmódban voltak, jók ellen sima bukás, rosszakat úgy megverték, és akkor az elég volt, bemenjenek a playoffba, ott meg bum-bum legjobbakat lerúgdosták csúcsformában. Szóval ők olyanok nagyjából, mint az újkori New York Giants, hogy ott néha megvillannak, mutatják, hogy na nyerünk mi is bajnokságot, és a kettő között, amikor nem nyerik meg, akkor úgy kinevetjük őket, hogy amit akartok már ezzel a csapattal. Igen, igen, és akkor megint megnyerik. Tehát ők hasonlóképpen működnek egyébként, hogy azért óvatosan, mert vissza tudnak mutogatni az érmekre, de hát most sem ők tűnnek a legjobb erőkből állónak. Második helyen a BC Lions gárdája, egyenesen Vancouverből, ott lesz a Grey Cup idén, ők rendezik, egyedüli csapat, amelyik Dome-ban fotballozik, úgyhogy nem zavarja meg őket a hideg szél. Ez az a csapat, amelyik a alapszakasz menő. Hogyha NFL párhuzamokat keresünk, hát akkor mutassunk rá. Jó néhányat találunk, ugye? Alapszakaszba akárkit megvernek sokkal. Rettentő defense, és rettentően erős, mármint így kell mondani. Szuper potens támadójáték, special team, touchdownok, amit akarsz, minden jön tőlük, bármelyik pályán. Rettegni kell tőlük, és akkor playoffba, nem igen érnek oda, a Grey Cup-ba se. Nehogy megnyerjék, ha bejutni nagyon sikerül. Hiába az előző évek kiváló irányító teljesítménye, többek között meg edzői teljesítménye, meg hát, hogy ellopkodják a koordinátorokat, mert annyira rátermett mindenki, meg a kultúra. Igen, ez végtelen mennyiségű győzelemben általában előjön alapszakasz meccseken. Most ez megint egy olyan gárda, amelyik 2024-es BC Lions is, amelyik bajnok esélyes. Mert egyébként Manoi Mano összehasonlítod a szemben lévő játékosokkal, riválisokkal, talán még ez a BC. Miért ne nyerhetné meg? És hát, hogyha a harmadik, negyedik, ötödiket nézem, az eléggé le vannak szakadva. Hozzátéve, hogy a Rough Riders azért egy fekete ló, tehát ők azért még fel tudnak ide nőni, de ez BC, ez egy bizonyítottan rendkívül erős csapat. Van azért átalakulás az ő esetükben is, nem az irányító poszton, mert ott marad Vernon Adams. Vernon Adams a második helyen van az irányító power rankingonban is. Harmadik volt Fajardo, ugye, negyedik a torontóiak. Szóval, aki az első, második, az csapat és quarterback szinten is ugyanaz. Náluk is van új elkapó játékos, akit hype-olnak világnak. Ő egy ismert, NFL berkekben is ismert manus, a Travis Fulgham, aki még Philadelphiában Carson Wentz-el hozott egy nagyon erős periódust, amikor mindenki sérült volt az Eaglesben, csak Wentz nem. És akkor a gyakorlóból előkerült a Fulgham, és minden megfogott, amikor még a Wentz normális volt. Hát kevesen emlékeznek rá. Na most ő itt van, bekerült az 53-ba, mondják, hogy foghatatlan. Emellett futóposzton erősítettek. Tavaly Taquan Mizell volt a futójuk, aki hát egy ilyen scatback, tehát egy ilyen sovány gyereknek számít. Mondták neki, hogy Taquan, tiéd a csapat jövőre, te leszel a futó, csak erősödjél, mert ezzel a felépítéssel nem lehet fenntartani. Jó? És akkor a 185 fontos running back
megjelent az edzőtáborban, úgyhogy 177, tehát fogyott, konkrétan a csávó fogyott, megmondták neki erősödjé, izmot pakoljá, és fogyott. Kivágták, mint macskát szarni. William Standbeck, innentől kezdve a futójuk, aki tavaly a Montreallal bajnok volt. Úgyhogy azon is van egy kis upgrade. És hát a legmenőbb igazolás az a védőfalba jön hozzájuk, mert a lényegében példátlan dolog, Christian Covington csatlakozik a csapathoz, aki NFL-ben volt 10 évig. Houstonnál, kicsit a Chargersnél, meg hát még itt-ott megivott egy-egy teát, de hát régóta nem komoly játékos már, de ő kanadai, faterja is játszott a CFL-ben, és ő egy sikeres NFL karrier után érkezik meg szülővárosába. Na most ilyen nincs. Tehát más játékosok ilyet nem csinálnak, a kanadaiak. Akik abba hagyják, azok abba hagyják. Nem mennek haza focizni. Senki, sose. Covington a kivétel, úgyhogy kíváncsiak leszünk, hogy így egy elhasználódott testtel, mire lesz képes a nagyon frissek ellen, mennyire használható, és hát rá is szorulnak, mert a védőfalból ugye Matthew Betts, aki tavaly a legjobb kanadai védő volt, legtöbb szekket gyártotta, Detroit edzéseit látogatja. Nyilván rá is igaz az, ami Austin Mac-re, csak rá még jobban igaz, hogy ha kivágják, akkor hazajön, de szerintem ő az a szintű játékos, aki minimum gyakorló csapatban ott lesz tenkembüléknél, és azért neki jobban megéri, mert több pénz sokkal. A gyakorló csapat is többet fizet, mint a BC Lions kezdője. Azért az Austin meg szerintem ki fog hullani, mint a tejfog az atlantai edzőtáborozás után, de Betts nem hiszem. Szóval kell az erősítés a BC-hez, Peszrásba. Hát ezt nem a Covington fogja megadni, de belőle fog kettőt, és akkor már nem kell olyan sokkal foglalkozni. Támadásban nem nagyon aggódom, az továbbra is flottul fog menni. Vernon Adams néha eldobja az agyát, és megállíthatatlan. Néha vannak olyan napok, amikor csak a védőnek hajlandó passzolni, de hát az a ritka, és ő az, aki stabilan hétről hétre egyébként várható, hogy hozza az explozív playeket, és mobilis mellé, és elhivatott. És hát nagyjából most már azért szeretik itt, sőt a BC Lionsnál elfogadják. 11,5 győzelem, amit ír Las Vegas, ez magas. Nyilván második legmagasabb, de hát, hogyha azt veszem, hogy erősödik a konkurencia, mert jobb lesz az Edmonton, mint tavaly. Mondjuk a második fél évben már jók voltak, mondjuk az egész évben hasonlók lesznek, és erősödik a Saskatchewan is, akkor ez nem lesz egy egyszerű menet. Ugyanakkor lehet, hogy az összes keleti meccset meg betarálják úgy, ahogy van, és akkor azt lehozzák oda-vissza 8-0-val a keletieket, akkor meg már hirtelen marha jól állunk. Szóval itt a 12 győzés az az elmúlt években, hát az elengedett kézzel megjött. Csücskös. Azt gondolom, mert nekik nem muszáj. Tehát most, hogyha 11 lesz, akkor is playoff. És hát, hogyha levetkőzik ezt az alapszakasz menő titulust, akkor az egy előrelépés lenne. Tehát nem ilyenkor kell agyonnyerni magukat, de hát ők annyira erősek, ugye, hogy ez azért megszokott történni. Nem akarják, akkor is nyernek alapszakaszban. De ezt nem nagyon piszkálnám, ezt a 11 és felet. Ha tippelnek, de azon, hogy meg lesz a 12, mert miért ne? Nagyon erősek, nagyon tehetségesek, de hát a 11 is belefér, ugye. Szóval az már olyan, hogy senki nem fog sipárogni, ha csak 11-et nyernek a 18-ból. Első helyezett pedig a Winnipeg Blue Bombers csapata. Muszáj őket megnevezni, mert ők azok, akik a harc edzettek, akik mindent látnak, akik bejutnak a Grey Cup-ba. Lényegében ők olyanok, mint a New England Patriots volt a 35 év fölötti Tom Brady-vel. Szóval vannak bajok, ugye, hogy azért öregszik a keret, azért már nem ugyanaz, most megint elmentek, most szar volt a draft, de azért bejutnak a döntőbe. Nem mindig nyerik meg, ugye már sokszor kikaptak ugye ott is, de meg is nyerték olykor. Na most ez a Winnipeg. Ugye a 2021-es újraindulás óta ők mindig bejutottak a Grey Cup-ba. Nyugatot mindig ők képviselik, na most azért sokan ennek folyamatosan részesei voltak. Az azt jelenti, hogy öregszenek, ugye.
eleve a CFL-be nagyon fiatalon nem lehet megérkezni, és akkor ez még azt jelenti, hogy évről ér azért morzsolódnak le a nagy nevek, de például ugye Adam Big Hill, a linebacker, de még mindig játszani fog. Következő szezonban pedig már 2 éve azt mondták, hogy nem nagyon tudsz futni, tesó. Nem baj, rutinból. És akkor hát még mindig csinálja rutinból. Zach Collaros ugyancsak ott van, már 35 évet betöltötte. Quarterbacknél nem izgulunk emiatt, de azért vannak távozó játékosok. Például ugye Hardrick pont a Saskatchewanba, mint right tackle, aki nagyon jó volt, és a Saskatchewannal kirúgott Lofton jön ide right tackle-nek, szóval egyértelmű visszalépés, de engem amúgy nem nagyon zavarnak ezek, hogy jó, elmennek olyan játékosok, akik azért megfogták a labdát néha, meg a defense-ben jók voltak, de azért termelik az utánpótlást a Winnipegnél, hát itt is normális edzés van, ugye. És hát ezért a bástyák a helyükön vannak. Collaros tud indítani, és még mindig várja a passzát Lawler, Sean, Volitarski, Dembski, tehát ők még mindig ott vannak, úgyhogy a depth chart első 4 helye az ott nyugodt, ami az elkapást illeti. Brady Oliveira pedig fut a labdával, aki tavaly a legjobb kanadai volt, legjobb kanadai futó volt, válogatottba behívtam, és millió-billió dollárért szerették volna elvinni máshova, azt mondta, hogy Winnipegben lakik, ő itt fog játszani. Úgyhogy maradt. Rekordszerződést kapott azért, de nem kiemelkedő, tehát egy 10 000-rel döntötte meg a rekordot, szóval nem irányító szintű pénzt kell neki adni. Úgyhogy itt van a továbbra is Brady Oliveirával, meg fognak jönni a pontok. Nyilván nem a running back-en múlik elsősorban, de nálad jobb running back van, mint a többieknél, akkor az ez a számít. Úgyhogy ez a Winnipeg, és hát a jobb irányító is van, mint a többieknél. Amúgy. Zach Collaros a legjobb irányító játékos, legrutinosabb is majdnem, és a playoff mérkőzéseken meg már mindent látott, szóval itt azért nehéz zavarba hozni ezen a szinten. És emiatt ugye a Winnipegnél azon kell elgondolkodni a 12,5 győzelem kapcsán, amit Las Vegas beír, hogy ők mennyire motiváltak. Tavaly is már ez sokszor szóba került, hogy úgyis bejutunk. Tehát most az ő esetükben egy 21 meccses alapszakasz. Persze a fiatalok első-másod éveseket harapnak, mint az állat, be akarnak kerülni, igen. Meg hát a veteránok meg akarják mutatni, hogy még mindig tudják, de vannak napok, amikor nem sikerül olyan jól, ugye, és esetleg valami gyengébb csapat felszívja magát, el tud vinni egy meglepetés győzelmet. Rangadó meccsen meg ugye nem automatikus, hogy azt megnyeri a Winnipeg. Most az a kérdés, hogy idén hány rangadó lesz. Ugye a Toronto elleni az nem feltétlenül számít annak. A Montreal elleni az hát névlegesen számít annak. A BC ellen az hirig. Nyilván az kemény, de akkor utána már miről beszélgettünk? Saskatchewannal? Senki se garantálja, hogy ők jók lesznek. És az előző 3 évben a Winnipeg hazai pályáján 3-szor kapott ki. Hogy évente 1-szer talán el lehet őket kapni. Tehát még így is, hogy azért nem nagyon van kedve már a fiúknak felhúzni a sípcsontvédőt minden áldott csütörtökön, azért még a győzelem megjön valahogy pusztán tehetségből, ugye meg emlékezetből. Szóval ők úgyis bejutnak. És a nyugati 3 playoff helyből az 2 az bérelt, és emiatt a 12 és felett sem piszkálnám, mert mi van, hogyha nem sikerül a 13-at nyerni, semmi. Ugye 12-vel, 11-el is tovább jutnak, és akkor még lehet, hogy a szezon végén már még pihentetnek ugye egy-két sztárjátékos, mert megtehetik azt is. De hát, hogyha fogadnom kellene meg tippelni, akkor azt mondanám 12,5 alatt. Mert ki tudja, jön a bogár, most a csere irányító poszton már nincs True Brown, hogyha esetleg Collaros kihagyna mondjuk egy hónapot, akkor az ott melegebb pite, hogy azt mondanám, hogy az a valószínűbb egyébként, de hát a legerősebb csapatról beszélünk, és hát valakinek meg kell nyerni az alapszakaszt, úgyhogy megértem, hogyha valaki arra számít, megint nyernek 15-öt, de hát nincsenek rászorulva igazából. És valamelyest kiestek a Pixisemből azzal, hogy Eric Barrier nem került be az 53-as keretbe. Eastern Washington iskola rekordere.
Big Sky Superstar irányítója, korábbi Walter Payton díjas quarterback nem került be. Játszottak preseason meccset, Eric Berrier dobott két interceptiont, mondták nekik menjél haza, és akkor nem került be. Sajnos, szomorú történet, hát bezeg edzése mi lehetett. Úgyhogy nem ő lesz a következő superstar, nem került be sehova. Nem is gyakoroltatják semmi, menjél innen el. Úgyhogy meglátjuk, holland bajnokságba esetleg megpróbálják, de a Blue Bombers nem kér belőle, nem kell izgulni a Kolarosznak. De még hogyha ettől természetesen folyt is a könnyen, mikor olvastam azért, meghagyom őket az első helyen a Power Rankingban. És akkor most nagyon gyorsan nézzük végig, mi vár ránk az első héten, ami ugye csütörtökön kezdődik, magyar idő szerint pénteken. Montreal Winnipeg lesz a Grey Cup visszavágója, a nyitó meccs. 6,5 pontos favoritnak számít a Winnipeg, így is, hogy Quebecben játszanak. Azonom nyer a Blue Bombers. Vállalom, egy touchdown különbséggel is jobban egybe van a Blue Bombers. Kevesebbet kell gondolkodni első héten, szóval hogy álljunk ki. Úgyhogy ezt most nekik adom. Jó, visszavágnak, de hát a gyűrűt hiába kérik el, az a Montreal újjakra kerül. Utána lesz egy Hamilton-Calgary. Bolond meccs. Zavarosban halászás. 1,5 pontos underdognak számít a Calgary ezen a meccsen. Egyiktől se tudom, hogy mire számíthatunk, ugye ki az, aki rosszabb játékkal jelentkezik, de hát elmondtam az elején, hogy nem nagyon hiszek ebben a Calgaryben, úgyhogy bevállalnám talán a Tiger Cats minusz más felett, de hát most ilyen kis spreadeknél hát mit számít, inkább akkor menjen a money line. 3 ponton belül édes mindegy igazából. Ezen a meccsen bármi meg történhet. Először a CFL futball. Ugyan várom egyébként, nem lesz a magas a színvonal valószínűleg, de hát kapunk válaszokat. Nem erre fogadnék elsőként, ha muszáj lenne. Saskatchewan, Edmonton, na rögtön egy nyugati rangadó. Zöldek a zöldek ellen. 2,5 pontos favoritnak számít az edmontoni elkeseredés. Favorit az elkeseredés a nyitó meccsen. Összekeverték az Edmonton Oilers-szel. Elhúzták a meccset délutánra, egyébként este játszik az Edmonton Oilers. Stanley Cup mérkőzés, kérem. Utoljára, tudom, hogy érdekel, 1993-ban nyert Stanley Cupot jégkorong. Kanadai csapat. Hát akkor nem az Edmonton, de most akkor megpróbálják. Micsoda gárda, hallod, összeálltak sok szívás után. Hát régen volt már a jégen a Chris Pronger. Szóval lehet, hogy emiatt azt mondják, hogy jobb az Edmonton, de futballban én szerintem nem jobbak. Úgyhogy itt a Saskatchewan a tippem, underdog tippem, Saskatchewan +2,5, vagy, mint a kemények, szőrös karral bemondod, Riders money line. Azt is elvinnéd 2,25-ért, vagy valami ilyesmi. Idei. Sötét ló, egyben bandwagon csapatom a Riders. Úgy adná tökéletesen a gép, hogyha az edmontoni elkeseredés favoritként bukna. És akkor mindenki érezni, hogy na, elkezdődött a futball szezon. Elkurtuk már az elején. Hát ez az Edmonton. Legalábbis futballban. Hát bezzeg a jégen, ugye. És akkor a záró meccs az Vancouverben lesz, BC Toronto. Előtte 50 Cent koncert megszervezik. BC tulajdonosa világpénzét rákölteni a csapatra, csak hát ugye limit van. Grey Cup-on egyébként már most bejelentették, Jonas Brothers fog fellépni. Tavaly volt Green Day. De most először 50 Cent, hangulatba kerülnek a fiúk, családbarát meccs, ugye majd a szövegekre figyelni kell, és akkor utána futball. 5,5 pontos favorit a BC, megnyeri a BC. Ilyen hangulatban hát nem lehet veszíteni, ugye? Egy társadalmnal. Torontóban se tudják ki irányítson, ugye meg hogy. Na most azért össze lehet sematizálgatni ezt meg azt, de azért a liga teteje defense-zel nem olyan könnyű. És hát akkor most itt a BC megmutathatja újra, hogy komolyan kell őket venni, nem csak úgy, hogy alapszakaszba, hanem úgy, hogy tényleg
Most ez alapszakasz meccs, de nem baj, akkor komolyan kell. És akkor egy ilyen Toronto ellen, aki tavaly legtöbbet nyerte, őket lepofozzák, hát akkor ez az ő évük. Minden évben úgy kezdődik a BC-nél, ez most a mi évünk lesz. Lehet, hogy az övék lesz amúgy. Úgyhogy ezek a párosítások, az Ottawa, amelyik a legmostohább sorsú, meg rögtön bye week-kel kezd. Azt mondom, tavaly is így volt talán, valahogy így. De hát majd mindegyikről lesz szó a CFL összefoglalókban. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Ha valamit kihagytam, kifelejtettem, kérdésed van, akkor vagy megtartod magadnak, vagy a kommentben le tudod írni, és akkor igyekszem válaszolni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet mára. Jó szurkolást kívánok a ligához, és aki nem durrantja be élőben, azokat várom az összefoglalóra jövő héten, meg aki bedurrantja, azokat is várom felidézni jövő héten a CFL összefoglalóba. Újra itt vagyunk. És akkor itt még a végén hozzá passzintom, hogy én hogyan lettem elvakult rajongója a CFL-nek. És tavaly előtt volt egy fiú a BC Lionsban, úgy hívták Nathan Rourke. És hétről hétre visszatértem, mondom, ezt a csávot, ezt nézni kell, hogy lehet valaki ennyire ügyes. És akkor az ő highlight csomagjával záródik a mai. Szevasztok! To the left, flags are down, looks like it'll be offside, but Rourke doesn't care, down the left sideline, showing off the speed, will he score? He will! Touchdown BC! So we got here, offside's Ottawa, they're like shell-shocked. He looked like he was 4-4-7 on this one. Well, you know, a lot of talk about his speed and what he did at University of Ohio as a Bobcat, and I mean, one, he's out running linebackers and D-linemen. Rourke will line up in the gun here and send Javon Patoy and Dominique Grimes in motion. Four receivers to his right. Pressing. That's where he'll look. Pressure on the bust. Open. Down the field. Keon Hatcher. Countdown on. 30, 20, 10. Touchdown Lions. Stood in against the pressure and delivers a dime, but a busted coverage for the Red Blacks defense. 83-yard passing for Rourke to start this game. Now he's going to look for a big chunk. Four down the field. He's got it. Took a deep shot to Dominique Grimes, and he hauls it in. Ball was a tight spiral down the seam. In stride. Second and six for Rourke. Looks to his right. Now over to his left. Has some time. Can't find anybody. Now he's going to look for a deep shot down the field. Pearson's got it. Rourke gets lots and lots of time, and that's the key. He waits, and there you want. You wondering about Nathan Rourke's arm strength? The coverage on the 36. Rourke wasting no time to the end zone for Ryan. He's got it. The Lions strike again. Rourke to Ryan. Touchdown! Another deep ball. Rourke with the pump fake, and Dominique Grimes at the top end just cutting underneath. No more room for error, trailing 37-14. Rourke's going to look for a big jump right here towards the end zone. Come on! Get out of here, Rhymes! Are you kidding me? That's an all-timer as he goes up and gets it. And the Lions answer back. They're going to bring some pressure on Rourke. He's in trouble. Escapes, and now he's got some room to run. Rourke will take it out towards the 50. Stays on his feet, cuts it back inside the 50. Stumbled ahead and down at the 45. And the remarkable Rourke strikes again. He is great. I mean, this is how he gets out of this. Again, full pressure. The pocket is collapsed. And Garrett Marino can't hang on. A 33-yard gain. Night. It certainly does. Rourke gets the ball back here on his own 25, tied at 7. He's 5-for-5 for 53 yards with a touchdown. And now he's going to look for Lucky Whitehead. He's got him at midfield. Whitehead down to the 40. Checked up and taken down, or else he was out of here. Nathan Rourke is so accurate with an amazing completion percentage so far this year, which is just
shy of 80% after six games. I mean, he put that ball right on Lucky Whitehead on that deep crossing post, climbing over the top and running away from Sundin. He gets that opportunity again. Always nice to have somebody having your back there if you're Locksley. And Keroy down the field. Lucky Whitehead wide open. Takes it inside the 30, down to the 20. Will they get down? No, he's gone. Lucky Whitehead all the way to the house. Fourth touchdown of the game for Nathan Rourke. And the Lions pull this thing wide open. Needs a couple to keep this drive alive. Looks down the field. He's got a man. All the way to the house, Brian Burnham. How about that? Rourke strikes. 53 yards to Burnham. If a team is going to blitz, you got to take advantage by making big plays. Looking for more right here. Rourke to the corner. Looking for another major. Did they hold that in? Yes! Touchdown, BT. Rourke with five touchdown passes in the first half. This one to Brian Burnham, who returns to the lineup. In the second half, starting on his own 30. Looking down the field, deep shot to start it, Rives! An all-timer from Dominic Rives as he goes up and holds it in. Example of that. He's going to look to the end zone for Rives again. He goes up and he gets it. Come on! Get out of here! Three touchdowns in the first half for Dominic Rives in this one of the spectacular variety. Work. Towards the corner, Burnham, did he hang on? Oh my goodness, spectacular! Huge play in this game. He's going to look down the field again to Burnham. He did not hang on to that. He did not hang on to that. My goodness, what a catch from Brian Burnham. How did he do that? Two defenders squeezing him. He's getting drilled as he catches this one. Oh. Three to his left, three to his right. Passes up, it's good, it's complete. It's a record with his family watching on. He goes to Dominic Rives and sets the single game passing yard record by a Canadian quarterback.